köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szekszárdi őszi fesztivál, közel 50 ezeren vettek részt a hétvégi programokon. Lecsó különlegességek készültek, nagy sikere volt a dombovári gasztronómiai rendezőinek. Városmarketing gyémándíj, rangos elismerést kapott a paksi önkormányzat. Nagy sikere volt a hétvégén megtartott szekszárdi őszi fesztiválnak. A vírusveszély miatt az idén a korábbi évekhez képest szerényebb körülmények között rendezték meg a programsorozatot, mégis sokan látogattak ki a Béla Király térre és a borászatokhoz. Berlingel Attila, a szervező Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondta, a rendezvényekre közel 50 ezeren látogattak ki a négy nap során. Bár csütörtökön délután már a nulladék napon is közönségcsalogató programokkal várták a nézőket a szekszárdi őszi fesztivál szervezői, a hivatalos megnyitóra a szokásosnak megfelelően pénteken került sor. Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, összefogásra volt szükség, hogy az évtizedes hagyományokkal bíró szüreti rendezvénysorozatot idén is meg lehessen tartani. Én azt gondolom, hogy a mostani fesztivál arra mindenféleképpen jó, hogy hitet ad mindenkinek, minden szekszárdinak, minden szervezőnek és minden környékben élőnek, hogy a hagyományok azok megmaradnak, és jövőre már korlátok nélkül önfeledten a régi hagyományokkal, több tízezer emberrel és nagy születi felvonulással tudjuk ünnepelni a város és a megye legnagyobb fesztiválját, legnagyobb ünnepét, a szekszárdi születi napokat. A négy nap során a szervezők arra törekedtek, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedves programot. A fesztiválhoz számos kísérő rendezvény is kapcsolódott, így többek között megnyílt a harmadik digitális triennálé, énekkari találkozót szervezett a szekszárdi német önkormányzat, melyre az ország számos pontjáról érkeztek kórusok, és az érdeklődők megtekinthették a Kálvária kilátó átépítésének terveit egy kiállítás keretében. A tavalyi évhez hasonlóan a borászok idén sem árusították portékájukat a rendezvényen, viszont a nyitott pincék akció keretében várták a kóstolni vágyókat. Bár sokan kilátogattak a hegyvidékre is, a megkérdezett borászok és látogatók véleménye az volt, hogy a jövőben a megszokott borudvar újra működtetése mellett tennék le a voksukat. Jobb lett volna rendes borudvar, mert azért így más a feelingje, az a gyönyörű környezet ott a város közepén, az emberek is szívesebben mennek oda, mert szeretnek így mazsolázni, végigni a rozékat, meg tehát egy ilyen áttekintést a borvidéknek a boraiból, így meg hogy is mondjam, egy helyen leülnek, ahol találnak helyet, és akkor ott vannak egész este. Igazán a születi napok kellenek, ahol több tízezer ember van, nagy nyüzsgés van, én imádom a születi napokat ott kint, és nagyon remélem, hogy visszatérnek azok az idők, mikor újra kint lehetünk a Béla téren. Az tök jó volt, hogy ott egybe volt mindenki, nem az volt, hogy valamelyik ismerősünk itt van, vagy ott van. Ott azért egybe voltunk, és egyszerűbb volt találkozni. Az őszi fesztivál idején számos helyi együttes és civil kulturális csoport állhatott újra színpadra, nem kisebb sikert aratva, mint a meghívott sztár előadók. Berlinger Attila, a szervező Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója úgy nyilatkozott, ez egy jó újrakezdésnek tekinthető. A négy nap során csak pozitív visszajelzés érkezett hozzá. Megpróbáltuk mindazon elemeket a sajnos leszűkített térbe, a Béla Király tér a város gyönyörű főterére felhozni, amelyek azért az előző években is mindig fontos elemét képezték ennek a fesztiválnak, és abban a reményben fogunk nekiállni a következő év szervezésének, hogy visszatérhet az élet a régi kerékvágásába, és egy teljesen ugyanolyan évet bonyolíthatunk le, mint talán a 2019-es volt utoljára. A becslések szerint az idei őszi fesztivál kínálatára a négy nap alatt közel 40-50 ezer látogató volt kíváncsi. 1072 új koronavírus megbetegedést igazoltak a hétvégén idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 818.231 főre nőtte a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 13 beteg, így az áldozatok száma 30.136 főre emelkedett. 380 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.860.000-en kaptak. Tolna megyében 4 új fertőzöttet regisztráltak hétvégén, így a járvány kezdete óta összesen 17.883-an kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén.
25 főzőcsapat mérte össze a tudását szombaton Dombováron a Dőri Lecsó Fesztiválon. Sportszervezetek, civilek, oktatás és nevelési intézmények fogadták el Dombovár város önkormányzatának meghívását a főzésre, mellyel már több évtizede az 1900-as években működött konzervgyár emléke előtt tisztelegnek. Nagy volt a sürgésforgás szombaton Dombováron a polgármesteri hivatal mögötti múzeumkertben. Az asszonyok, férfiak szelték a paradicsomot, a paprikát, a hagymát, azaz a lecsónak valót. Ezek az alaphozzávalók, melyet az önkormányzat biztosított a főzéshez, de voltak, akik megcsavarták egy kicsit, és cukkinivel, csülökkel vagy éppen húsgombóccal is gazdagították. Volt, ki bográcsban főzte, és volt, aki tárcsán sütötte a lecsót. Lesz egy hagyományos lecsónk, egy ilyen kolbászos, tojásos verzió, a másik pedig egy ilyen kicsit kuriózum jellegű, az kacsamájjal fog készülni. Hát meglátjuk, hogy mennyire leszünk eredményesek. A szoros küzdelemben 25 csapat mérte össze főző tudományát. Egy külön díjat kapott a Dombovári Vállalkozói Egyesület és a Dombovári Gazdakör közös csapatának a tojással készült lecsója is. A legnagyobb kupát a Dombovári Alapfokú Művészeti Iskola Paprikató Hagymarkató elnevezésű csapata érdemelte ki. Pintér Szilárd polgármester elsősorban a közösségépítés jellege miatt kezdeményezte a rendezvényt, melyet az elmúlt évtizedekben Gunarason rendeztek, és tavaly el is maradt. Ez egy meghívásos esemény a mai, a 40 meghívottból 25-en jelentkeztek, és úgy látom, hogy jól érzik magukat, és készülnek a jobb-nálobb lecsók. Tekintett arra, hogy a 19. század óta a Dombováron ugye működött a konzervgyár Dőriék által, a lecsófőzésnek megvan a hagyománya. A jó hangulat és a jó idő estig kitartott. Ezen a héten visszatérnek az oltóorvosok az iskolákba, hogy beadják a második vakcinát a tanév elején koronavírus ellen beoltott diákoknak, közölték a koronavírus.gov.hu kormányzati oldalon. A közlemény szerint a diákok már az első oltás során megkapták a második oltás pontos időpontját és helyszínét, jelezték azt is, hogy az internetes időpont foglalással és az iskolai oltásokkal együtt már 228.012-17 év közötti diák kapta meg eddig az oltást, így tovább növekedett az oktatás biztonsága. A 18-19 éves korosztály 61%-a már beoltatta magát, ebben a korosztályban 121.000 fiatal ért már az oltás lehetőségével. Az iskolai oltások első fordulóján több mint 2000 helyszínen majdnem 47.000 diákot oltottak be. Emellett továbbra is folyamatosan nyitva az internetes regisztráció és időpontfoglalás lehetősége minden 12 év felettinek. Tolna megyében is zajlik az előválasztás, a megye egyes számú választókerületében ketten indultak. Bozsolik Róbert függetlenként, de a Jobbik, a DK és a Mindenki Magyarországa mozgalom támogatásával, valamint az MSZP és Harangozó Tamás, akit anyapártja mellett a Párbeszéd, az LMP és a Momentum támogat. Tolna megye kettes számú választókerületében Szabó Lóránt az egyik induló, őt a DK, a Liberálisok, a Mindenki Magyarországa mozgalom és a természetesen Dombovár támogatja. Szára Zoltán mögé a Momentum, a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum állt be. Tolna megye hármas körzetében Bence János, a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum indítja, még ugyanott Tóth Attila a DK-t képviseli. Országos rendőrszakmai versenyt tartanak kedden és szerdán Szekszárdon, emiatt a Tolnai megyeszékhely több részén ideiglenes útlezárásokra kell számítani. Kedden délután 5 és este 8 óra között nem lehet majd közlekedni a Széchenyi utca, Garai tér és Szent Gáli Gyula utca közötti szakaszon, de ugyanerre az időszakra lezárják a Szent István teret, az Auguszt Imre és Holub József utcákat is. Szerdán reggel 9:30 és 1 óra között pedig a Béla Király tér, a Garai tér egy része, a Mikes és a Csokonai utcák lesznek elzárva a forgalom elől. Városmarketing gyémántdíjat kapott Paks, a Magyar Marketing Szövetség által rendezett díjátadó csütörtökön volt Budapesten. Az Atomváros Zöldváros elektromos buszok Pakson elnevezésű városfejlesztési projekt marketing programjával nyert el az országos elismerést a paksi önkormányzat. Ez már a 8. Városmarketing gyémántdíja az Atomvárosnak.
Pakson és környékén az elektromos buszok nem csak segítik a tömegközlekedés egyszerűsítését és korszerűsítését, hanem tovább öregbítik a város hírnevét is. A Magyar Marketing Szövetséghez Paksa a 2021 évi Város Marketing Gyémántdíjra nyújtott be pályázatot, Atomváros, Zöldváros, elektromos buszok Pakson elnevezéssel. Ezzel a városfejlesztési projekt marketing programmal nyerte el idén az országos elismerést. Február 1-től Pakson történt meg az, hogy csak és kizárólag elektromos buszok, elektromos meghajtású buszok végzik a városi tömegközlekedést, és nem csak ebben történt változás, ezt is tudjuk, hanem abban is, hogy olyan területeket is becsatoltunk a városi tömegközlekedésbe, amelyek eddig ilyen fehér foltok voltak. Mindamellett, hogy olyan területre is kijárnak az elektromos buszok, ahol eddig nem volt tömegközlekedés, egyedül álló a járművek kivitelezése is, hiszen a város nevezetes és jellegzetes épületei is láthatók rajta, mely igazán paksivá tette ezeket a buszokat. A paksi buszjáratok kapcsán olyan marketing munkát végeztünk, melynek köszönhetően ugye nagyon sokan igénybe veszik ezeket a buszjáratokat, most már elmondható. Pontos adatot még nem tudunk mondani. A szakmai zsűri által odaítélt Gyémánd díját adó ünnepség csütörtökön volt Budapesten. Idén már 8. alkalommal díjazta Paksváros önkormányzatát a Magyar Marketing Szövetség. Újabb történelmi áremelkedés történik szerdán a magyar benzinkutakon. A benzin átlagára bruttó 2 forinttal fog csökkenni, miközben a gázolaj átlagára bruttó 7 forinttal megy feljebb a hét közepén. Mindez azt jelenti, hogy a benzin után a gázolajára is történelmi rekordszintre emelkedik Magyarországon. A két üzemanyag egyébként így a legtöbb kúton ugyanannyiba kerül majd, literenként 457 forintba. Különleges rekordot állított fel egy szekszárdi festő, Cirok Róbert kávéból készített festékkel alkotta újra Rubens Faust Szőlővel című grafikáját, mindez közönség előtt egy 100x139 cm-es vásznat használva. A rekordot a Magyar Rekord Egyesület képviselője is hitelesítette. Külön erre az alkalomra gyártatott 100x139 cm-es papírra festette meg Rubens Faust Szőlővel című grafikájának adaptációját az általa kikísérletezett kávéfestékkel Cirok Róbert, aki ezzel magyar rekordot állított fel. Az akvarell festés alapjaira épül ez az egész, de egyáltalán nem ugyanaz egy szerves élő anyaggal festeni, mint a bor, vagy mint például a kávé, az egy érdekes dolog. Magyarországon ritkának számít ez a technika, de világszinten vannak, akik profi szinten űzik a kávéfestészetet, tudtuk meg Cirok Róberttől. Többen is festenek kávéval. Többek között az egyik ismerősöm, hát ugyancsak ilyen cybertérben ismerősöm, ő egy szingapúri srác, aki nagyon jól műveli ezt, aztán van még egy amerikai srác, aki nagyon hiperrealisztikusan ilyen Marvel képregényeket fest kávéval. A kávéfestészet magyar rekordja után Robi jövő őszre egy újabb kísérlettel készül, amikor borral festett képpel szeretne majd csúcsot állítani. Megtartotta a 20. tetrekész napot a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás. Idén Mőcsény adott otthont a szakmai napnak, ahol mind a 8 társtelepülés képviseltette magát. A találkozón részt vett Kovács Pál, Paks 2 beruházásért felelős államtitkár, aki úgy fogalmazotta, a bátaapáti beruházás Magyarország folyamatban lévő legnagyobb környezetvédelmi beruházása. A legújabb fejlesztéssel 40,5 milliárd forintot takarítottak meg. Az erőm is nagyon sokat tett, annak érdekében ez a hulladékcsomag, ez az új hulladékcsomag létrejöjjön. Sajtótájékoztatóval nyitotta meg szeptember 17-én a 20. tetrekész napot a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás. A nap során az elmúlt évben elért eredményekről és a jövőbeni tervekről számoltak be az előadók. Kereki Ferenc, a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, kutatásokat is végeznek annak érdekében, hogy még biztonságosabban tudják elhelyezni a sugárzó szemetet. A mecsekben kutatást végzünk, a nagy aktivitású hulladék tároló helyének megfelelő kőzeteket vizsgáljuk, azt a térrészt, erről
fogok beszélni, vagy fogunk, nem csak én, hanem a kollégáimmal együtt. Itt három fúrást mélyítettünk le. Ennek a három fúrásnak a jelentőségét említjük meg, illetve hogy milyen körülmények között fúrtunk, milyen eredménnyel. A 8 településből álló egyesülés minden évben megszervezi ezt a tájékoztatást. Idén az egyik alapító tag, Műcsény adott otthont a szakmai tanácskozásnak. Részemre azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert egy széles körű tájékoztatást kap minden településnek a lakossága, mint ahogy az előbb említettem, a lakosság részéről is megjelenik 10 fő meghívott vendég, akik valóban a frissen szerzett információkat tovább tudják adni a településükön. Az eseményen mind a 8 település képviseltette magát. Krahun Szilárd, a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás elnöke, Báta Alpáti polgármestere is nagyon fontosnak tartja a lakosok tájékoztatását. Ezért az éves összejövetelen kívül lakossági fórumokat is tartanak, de van egy negyedévente megjelenő újságjuk is. Mostanában érkeznek kérdések, hiszen egy új helyzet áll elő, hogy Püspök Szilárdból fognak átszállítani Báta Alpátiban egy radioaktív hulladékokat. Ezek a régi Pakson keletkezett hulladékok, amik először oda lettek szállítva Püspök Szilágyba, és van egyéb intézményi radioaktív hulladék is, amit szeretnének átszállítani a Bátalpádi tárolóba, és ezzel kapcsolatban azért merülnek fel kérdések. A folyamat még csak az engedélyeztetéseknél tart, de a közeljövő egyik legfontosabb lépése ez lesz. A rendezvényen részt vett Kovács Pál, Paks 2 beruházásért felelős államtitkár is, aki arról számolt be, hogy a Báta-Apáti beruházás Magyarország folyamatban lévő legnagyobb környezetvédelmi beruházása. Az az elhelyezési mód, amit itt Báta-Apátiban az egyes kamránál alkalmaztak, azon az elhelyezési módon egy jelentős újítási tevékenységgel hely megtakarítást ért el a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú társaság, és ezzel a hely megtakarítással gyakorlatilag majdnem egyharmadával növelte meg azt a hulladékmennyiséget, ami itt a jövőben, a továbbiakban eltárolható, ami azt jelenti, hogy lehetőséget teremtett nem csak a Paks 1, hanem akár a Paks 2 hulladékainak az eltárolására is. Ez a fejlesztés 40,5 milliárd forintos megtakarítást eredményez. Regionális híreink következnek. Gyárlátogatás és buzdítás az aláírásra Pécsen látogatott Szijjártó Péter. A világon is egyedülálló, ötoldalú együttműködésben hoztak létre bioszféra rezervátumot. Társadalmi felelősségvállalás, játszóterek és padok szépültek meg Balatonfönváron. Több helyszínen is látogatást tett Pécsen Szijjártó Péter, a külgazdaság és külügy miniszter egy gyárépület átadásán vett részt, de Kertvárosban is megfordult. Beszélt a gazdasági növekedésről és a pécsieket is megszólította még a választási időszak előtt. Digitális gombnyomással adták át Pécsett az egyik legnagyobb koreai autóipari gyártócég új épületét. Az ünnepségen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki elmondta, hogy már sok hasznot hozott a keleti nyitás nem csak Magyarországnak, hanem a partnereknek is. Tavaly, amikor a világkereskedelem több mint 5%-kal esett vissza, két ország közötti kereskedelmi forgalom 28%-kal nőtt, és hogy nincs megállás, azt mutatja az a tény is, hogy az idei esztendő első felében is volt egy 25%-os kereskedelmi forgalom növekedés, és azon belül egy 44%-os növekedés a magyar export tekintetében. A beruházásnak köszönhetően már most több mint 300 pécsi és Pécs környéki lakosnak adnak munkát, ami a jövőben akár 1000 fő is lehet. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke úgy fogalmazott, jó döntést hoztak 2015-ben. A magyar kormánytól a Modern Városok program keretében azt kértük, hogy a déli ipari parkban, Pécs déli határában új iparterületek megvásárlásával nyújtson segítséget az ipar fejlesztéséhez. Azt mondhatjuk, hogy a 6 éve elkezdett munkánknak a gyümölcse érett most be. Köszönöm. A gyárépület felavatása után Kertvárosba is ellátogatott a miniszter, ahol a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony aláírásgyűjtő standok mellett állt ki és szólította meg a pécsieket. Arra szeretném kérni önöket, hogy a következő néhány hónapban is a jelöltjeinket itt helyben legyenek kedvesek támogatni. Két pécsi választókerület, amelyek fontos választókerületek az ország egyik legnagyobb városáról, van szó, amely szép jövő előtt is állhat
azt gondolom, ezért támogatja a kormány az itteni beruházásokat, a fejlesztéseket. Szijjártó Péter mellett szintén felszólalt Őri László is, aki elmondta, hogy 2018-ra sikerült rendbetenni a várost gazdasági szempontból. Egyúttal arra kérte a résztvevőket, segítsenek abban, hogy ne ismétlődjön meg a múlt. Mura, Dráva, Duna bioszféra rezervátum egy ötoldalú együttműködésnek és az UNESCO jóváhagyásának köszönhetően jöhetett létre ez a terület, mely a világon egyedülálló. Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szerbia és Szlovénia természeti területeit foglalja magába a rezervátum, melynek bemutatóját Mohácson tartották. Cél az ökoszisztéma szolgáltatások közös fejlesztése, megóvása, helyreállítása. Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szerbia és Szlovénia természeti területeit felölelő bioszféra rezervátum létesült, melyet Mohácson mutattak be. Az ötoldalú a Mura-Dráva-Duna környezetében létrejött területet az UNESCO kormányközi tanácsa, a Nemzetközi Koordinációs Bizottság hagyta jóvá. Az eseményen elhangzott, hogy ez Európa egyik, ha nem a legnagyobb rezervátuma. 700 kilométer hosszúságú, számos halfajnak, több mint 300 madárfajnak az élőhelye. Az árterületek védik a falvakat, biztosítják az ivóvízellátást. Ez a csodálatos táj pedig a fenntartható turizmus fejlődését segíti a természetgyárok, a vizek kedvelői és a kerékpárosok számára. A Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum megalakulását több mint 10 éves előkészítő munka előzte meg. A bioszféra rezervátum létrehozásának célja a természetes élőhelyek és ökoszisztémák közös megőrzése, helyreállítása, a biológiai sokszínűség megóvása, valamint széleskörű ökoszisztéma szolgáltatások kialakítása. Ehhez azonban a térséget is fejleszteni kell. Hargita János országgyűlési képviselő azt mondta, egyre több jelzés érkezik arról, hogy eltűnik a víz a Dunán található szigetek környékéről. Az egész sziget vízhártartását meg kell tervezni, és a víz utánpótlását biztosítani kell, és akár egy ilyen nemzetközi nagy összefogás keretében is erre forrásokat kell találni. Forrásokat persze elsősorban a magyar költségvetéstől remélek, és e tekintetben optimista is vagyok, hogy ezeket a forrásokat meg fogjuk találni. Ötoldalú bioszféra rezervátumból egyébként a világon csak egy található, a Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum. Az öt ország együttműködésében nagy hangsúlyt kap a jövőben az ökoszisztéma szolgáltatások közös fejlesztése is, hangzott el az eseményen. A társadalmi felelősségvállalás jegyében csinosították Balatonfölvár köztereit, a játszótereket, hidakat egy informatikai cég munkatársai. A társaság szinte valamennyi dolgozója részt vett a néhány órás társadalmi munkában, melynek eredményeként az óvoda, valamint 5 kültéri játszótér és 2 híd is megújult. A város polgármestere példaértékűnek nevezte a kezdeményezést. Nézzük egy másikat, hogy esetleg ezt ott meg behúz. Bár ami ott még van. Jó lesz? Új léceket kap a játszótéri eszköz, persze nem mindenhol kellett elemeket is cserélni, volt, ahol egy kis csiszolást követően az újrafestés is elégnek bizonyult. A cég munkatársai már hosszú évek óta járnak csapatépítő tréningekre Balatonföldvárra. Dolgozóktól jött, hogy csináljunk valami hasznosat, egyébként is a társadalmi felelősségvállalás keretében a cégnek vannak különböző akciói, hogy akkor jöjjünk el, és ezt csináljuk meg. Tavaly meg is szerveztük, csak a pandémia miatt elmaradt, és most úgy látszik, hogy a pandémia elmúltával mindenki nagyon lelkes lett, mert a 180 dolgozóban 174-en itt vannak. A város vezetése azonnal az ötlet mellé állt, amikor a cég képviselői megkeresték őket. Én úgy gondolom, hogy egy elég egyedi kezdeményezésről és egy elég egyedi jelenségről van szó, bár hála Istennek a helyi vállalkozók mindig igyekeznek segíteni és támogatni a különböző közösségi célokat és a feladatellátást, de ilyen apparátussal, ennyi emberrel és ilyen szervezett körülmények között talán az én emlékezetem szerint ez az első ilyen megmozdulás Balatonföldváron. Azon túl, hogy a cég munkatársai egy hasznos délután töltöttek el együtt, elnökük szerint más hozadéka is lehet a társadalmi munkának. Az informatikai csapat önkéntes munkájának köszönhetően Balatonföldváron 7 helyszínen újultak meg a játszótéri eszközök. Mindenképpen el kell mondani azt, hogy bár a város az minden évben törekszik arra, és nyilván erre jogszabályi kötelezettség is van, hogy ezeket a játszóeszközöket és a környezetüket megfelelő állapotban és körülmények között tartsuk, mindig azért akadnak hiányosságok. Nagyon örülünk annak, hogy most egy ilyen program, szervezett program keretében ezeket az apró hiányosságokat tudják pótolni, és reméljük azt, hogy a munka mellett azért jut majd idő a kikapcsolódása is itt a rendezvény kapcsán. Holovics Huba kiemelte,
Példaértékűek az ilyen kezdeményezések, és reméli, hogy a jövőben, ha kisebb létszámban is, de helyiek, környékbeliek is csatlakoznak majd egy-egy ilyen felhíváshoz. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Szekszárdi őszi fesztivál, közel 50 ezeren vettek részt a hétvégi programokon. Lecsó különlegességek készültek, nagy sikere volt a dombovári gasztronómiai rendezvénynek. Városmarketing gyémándíj, rangos elismerést kapott a paksi önkormányzat. Kedden napos időre számíthatunk, bár a reggeli órákban lehet párásság, kötfelhőzet, csapadéktól nem kell tartani, a napsütés ellenére hűvös lesz a déli, kora délutáni időszak is. Általában gyenge vagy mérsékelt szél fúj, éjszaka, észak felől vastagodó felhőzet sodródik fölénk, csapadék reggelig nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!